A kormány a gyermekek védelmével kampányol, pedig ezersebbből vérzik a rendszer. Hiába hangoztatja évek óta a kormány, hogy prioritásként kezeli a családok és gyermekek védelmét. A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt bizonyítják, hogy valójában nem sok érdemi javulás történt az elmúlt 14 év alatt, ezersebbből vérzik a hazai gyermekvédelmi rendszer. A KSH adatai alapján 2023-ban 23800 gyerek részesül gyermekvédelmi szakellátásban, és ez a szám az elmúlt években egyre nőtt. 2010-ben még majdnem 2500-ral kevesebb kiskorú volt a gyermekvédelemben. Ráadásul óriási eltérések lehetnek abban, hogy hány fiatal kerül a gyermekvédelembe, attól függően, hogy az ország mely pontján járunk. 2023-as adatok szerint a legtöbb fiatal Borsodabaui Zemplén és szabolcs szatmár bereg megyéből került a gyermekvédelmi szakellátásba, mindkét megyében meghaladta a 3000-et a számuk, míg az ország nyugati megyéiben 350-nél kevesebben voltak az állami gondoskodásban lévők. A legnagyobb növekedés is Borsodabaui Zemplén megyében történt 2010 óta. Az is megfigyelhető, hogy a kiskorú ellátottak számának növekedésével az utógondozói ellátás háttérbe szorul. A 18 év feletti gondozottak száma 2010 óta jelentősen csökkent, ahogy az otthonteremtési támogatást kapók száma is. Erre a támogatásra az állami gondozottak nagykorúvá válásuk után a gondozásban eltöltött idő függvényében jogosultak, ám a támogatás nem jár automatikusan, jelentkezni kell rá. Ráadásul önmagában nem is elég a lakhatási problémák megoldására, hiszen maximális összege kevesebb, mint 2 millió forint. A gyermekvédelmi szakellátásba kerülők növekvő számát viszont nem követi a nevelőszülők számának változása. 2022-ben például 23 ezer fiatalra mindössze 5909 nevelőszülő jutott. Éppen ezért nem csoda, hogy a mai napig nem sikerült azt a vállalást teljesítenie az államnak hogy minden családjából kiemelt 12 éven aludt gyereket nevelőszülőnél helyezzen el, pedig eredetileg 2016-ig akarták megvalósítani mindezt.